Én itt összeírtam magamnak mindenfélét, hogy ne fussak ki az időből, mert az szokott lenni, hogy elkezdek egy mondatot, és sosincs vége. Ezt napok óta gyakorlom, hogy ez működjön. Bemutatkozás, az itt az első pont. Szabó András vagyok, ez a becsületes nevem, Emil Goodman, a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen diplomáztam, a Henry Waltz előzetessel, nagyon jó volt csinálni, borzasztó szép lett, kevés sztorival, de a fölött szemet hunyunk. Mondom, mindenkinek felmerült a kérdés, hogy vajon mi történhetett a lábammal. Mondom, mindenkit ez érdekel a legjobban. El kell mondanom valamit a filmezésről. Ez szerintem a leghasznosabb, amit egész reggel fogok nektek tudni majd mondani, hogy sose menjetek bele produceri és alkotói viszonyba. Ott ül az egyik a sarokba, itt a másik, és mikor én az új filmnek a látványait szerettem volna hozni, akkor ő lefogott, és ő eltörte a lábamat. Közben alám toltak még 4 szerződést, hogy a maradék filmjogaimról is mondjak le, és utána megkaptam a szöveget, ezt, amiről beszélhetek, és amiről nem. Először is szeretném kiemelni az Umbrellának, az Umbrella stúdiónak, Kázmér Mikinek, Hídvégi Zoltánnak a óriási segítségét, és Nikinek, a gyönyörű gyártásvezetőnek, hogy mindig támogatnak, szeretnek, sose bántanak. Szóval, 3 évvel ezelőtt volt szerencsém kijutni New Yorkba, ami azért nagyon fontos, mert hogy borzasztó jó hely, és mindenkinek nagyon ajánlom, amúgy itt van Ákos, Pap Ákos, tedd fel a kezed, szuper. Ő az, akinek másrészt mindent köszönhetek a Henry Waltz kapcsán. Kijutottam 3 évvel ezelőtt New Yorkba, és a tudatom óriásira nőtt, óriási utcák, fantasztikus emberek, baromi jó energiák. Én tényleg mindent ennek tudok be így alapvető érzem robbanásként, hogy elindította ezt az egész dolgot. Alapvetően mindig hasonló stílusba csináltam a dolgokat. Jeleztem a mikrofonomért. Szuper. Szóval mindig hasonló stílusba csináltam a dolgokat, mindig nagyjából ebbe a vizualitásba dolgoztam, ezért tudott ez idáig kiforrani. Sokan ugye szoktak is támadni emiatt, hogy mindig ugyanazt csinálod. Én meg úgy vagyok vele, hogy ez igaz, de hogy alapvetően szerintem meg kell hagyni az időt annak, hogy valami vizualitás megérjen, és utána kellenek azok az inputok, mint például egy utazás New Yorkba, ahol elég hosszú időt el tudtam tölteni, és magamba tudtam szippantani mindenféle energiát arra, hogy ezek a dolgok összeállnak. Visszajöttem New Yorkból, Budapest, 3 hónap mély depresszió, konkrétan teljesen le voltam betegedve, viszont utána hirtelen minden előtört belőlem, és nem is gondoltam volna, hogy alapvetően az az érzés, hogy megéri az ember, hogy ilyen pici, és hogy van egy olyan város, meg van egy olyan környezet, ami minden kis utca sarkában, és minden építészeti szempontjából arról szól, hogy mennyire fantasztikus, óriási tud alkotni az ember, és azt éreztem, hogy a látószög a fejembe kinyílik, tehát ami eddig ekkora volt, azt most ekkorába csináltam meg, nagyobb léptékeket mertem bevállalni, és nagyjából ez az, ahogy elindult. Egy az a depresszió, hogy nem mertem kimenni Budapest utcáira, és nagyon vágytam vissza. Szerintem kreált a fejembe egy ilyen kis külön világot, amiben így el lehetett bújdosni. És gyakorlatilag ez volt az, ami időt hagyott arra, persze az egyetem mellett, ami nagyon fontos, Moholy Nagy Művészeti Egyetem, mindenki járjon oda,
nagyon szuper hely, fantasztikus tanárok, kiemelném Fülöp Józsefet, akinél fantasztikusabb már nem is lehetne. Ő volt az, aki lehetővé tette, hogy kapjak egy iskolapadot, ahol rajzolgathatok, és mindenféle jót még biztosított. Na, a lényeg, hogy nagyon egyszerű a technika, most le fogom buktatni magamat. Alapvetően egy nagy átverés ez az egész, ne higgyetek nekem. Ez a vizualitás, ez gyakorlatilag minden pontján lopott. Ez is, az ott fönt, a kis ember, minden. Nekem az volt a feladatom ebben, hogy megtaláljam ezeket az elmeket, addig kombináljam őket, míg jogvédettek nem lesznek. Megforgattam, tükröztem, deszaturáltam, kicsit belerajzolgattam, hogy úgy tűnjön, mintha az enyém lenne, de gyakorlatilag mindegyik lopott. Ezek az én tusfestményeim, ami az egyetlen művészetileg értékelhető dolog lenne, hogyha nem kellett volna photoshopolni őket addig, hogy jól kine nézzenek. Szóval, hogy alapvetően egy szemfényvesztés az egész, fogok szép dolgokat, például ez a szikla, amikor megláttam, azt mondtam, hú, ez a szikla gyönyörű, rakjuk össze egyszerű fekete vonalakkal, vagy elektromikroszkópos felvételek, mint ez. Ez egy nagyon érdekes történet. Bementem a műegyetemre Béla professzorhoz, nem jogvédett mikroszkopikus felvételek után kutatni, és Béla professzor adott nekem mindenféle képet, porszemekről, meg mindenféle lényekről. Ezeket szétvagdostam, és újra értelmeztem, hogy még kevésbé lehessen azt mondani, hogy valamelyik biológus volt ez a fotó. Vagy például ez, amikor már teljesen kifogtam a nyersanyagokból, és már az internet összes képét megnéztem kétszer, és nem volt több mindent lopni, akkor elkezdtem festeni filccel, és abból vagdostam ki ennek a kung fu mesternek a ruháját. Ő például teljesen jogvédett dolog volt. Opa, előről elindult a dolog. Ez vagy azt jelenti, hogy letelt az 5 perc. Na várjunk, most már teljesen kicsúsztam. Ja igen, hogy kihattam 50 lépést a megbeszéltek alapján. New York 30-as évek. Igen, erről nem mondok semmit. Empire State Building, micsoda fantasztikus épület. Jazz, pfó, legjobb zene. Fred Astaire, borzasztó jó színész. Oké, okay, munkafolyamatok. Nagyformátumú fotózás. Igen, ez is nagyon fontos volt, hogy elkezdtem nagyformátumú, ilyen régi, század elejé kamerára fotózni, és annak a textúráit, meg abból szerzett ilyen képik és anomáliákat próbáltam lekapargatni a filmnegatívokról, és azokat raktam rá, tehát halmoztam a gyönyörűségeket. Az van, hogy ezek a technikák ebből a korokból jött elemek mindig gyönyörűek, használjátok bátran, 70 év után lejárnak az ilyen jogi dolgok, már nem lehet visszakeresni az embereket. Szóval ez egy szerencsés dolog, amiben én belenyúltam, véletlenül, kicsit tudatosan, kísérletezés, programozás, analógiák keverése a digitálissal, animáció keverése az élő felvétele. Ez még egy nagyon-nagyon izgalmas pont, mert hogy habár animáció szakon voltam, nem tudtam jól animálni, és emiatt mindenféle komplexuseim támadtak. Mindenki nagyon ügyes volt mellettem, én meg nagyon hitványul animáltam, és akkor mondtam, hogy András, kelj fel, és mutasd meg nekik. Hazamentem, és addig morfondíroztam a fázisoló asztal fölött, míg ki nem találtam, hogy minek ide animáció, mikor én is meg tudom csinálni a saját testemmel. És ekkor jött az, hogy elkezdtem, hopp, és most rakjuk be a showreelt, mert hogy ez egyrészt reklámoz azok előtt, akik munkát szeretnének itt adni nekem, másrészt pedig bizonyítja azt, hogy igazat mondok, hogy mindig kevertem az élő felvételt az animációval. Itt például ez a kéz élő felvétel. Ez teljesen élő. Hopp, itt ez az én arcom, az én vagyok. Az élő felvétel, a tus. Ez programozott. Az is. Az élő, közben animáció. Opa.
élő, animáció, élő és animáció, élő és animáció, élő és animáció. Nem mondanom se kell. Meglepődnétek, de élő és animáció. Élő. Az az én szám. Na, ugye, hogy bizonyítottam az igazamat. Diplomára elkészült a Henry Waltz. Minden fontos az egyetemen. Mennyi tudás felhalmozódik különböző szakon. Igen, az egyetem fontos, főleg az Iparművészeti Egyetem, ami most már Moholy Nagy Művészeti Egyetem, Fülöp József. Igen, azért, mert hogy rengeteg szak van, és nem csak az a fontos, ha valaki oda jár, vagy oda akar járni, ezt mindig elmondom, ennyivel hozzájárulok a promócióhoz, hogy... Ez most elindul? Ne. Hogy... Mit is? Hogy szakok vannak, mindenféle szakok, és nem biztos, hogy a tudás ott van a te szakodon. Menjetek át a másik szakokra, nézzétek meg a textilest és a formatervezőt. Ennyit tudok kreatív inspirációként nyújtani nektek a mai napon. Amúgy is be lehet menni, hogyha nem jártok oda, bármi kérdésre keresitek a választ, ott megtaláljátok. Én mindig megtaláltam, mindig megvan az ember, aki mindenkinél ügyesebb egy kicsit, és ez nagyon-nagyon szép dolog. Mehet a tréler, amit készítettem a diplomára. Nézzük meg, remélem mindenki látta, támogassátok pénzzel. Köszönöm. A Dani, a ceremónia mester, ahogy mondta és igazat mondott, és mikor azt mondanátok, hogy azért látunk ebbe hibákat, meg hol a sztori, meg miért fekete-fehér, meg miért mozog úgy, ez mindig az, és, de ilyenkor mindig gondoljatok arra,
hogy egyedül készítettem. És talán ez kompenzálja kicsit a hibáit a dolognak, és borzasztó izgalmas volt ezen így egyedül dolgozni abba a lakásba, és kísérletezgetni különböző technikákkal, mint például a low budget motion capture rendszerrel, amit Samu Bencének köszönhetek, ami egy kb. 30 ezer forintomba és néhány pogácsámba került, amivel mozgatom a szárnyakat, és közben nagyon olcsó kamerával élő felvételket készítettem magamról, amit könnyű volt beintegrálni ebbe a képbe is, és ez volt az izgalom ebbe, hogy megadtam neki az időt, tényleg 2 év volt onnan, hogy elkezdtem, vagy mondjuk New Yorkban megszülettek az első kis ötletfoszlányokról, elkezdtem kísérletezni, elkezdtem gyűjtögetni dolgokat, azokat szétvagdosni, újraértelmezni, tusrajzokat készíteni, megismerni azokat a látványokat, amik így a fejemben benne voltak, mehet a többi. Miről beszéltem? Ja, hogy otthon milyen jó dolgozni, vagy például, hogy a kinekből, most elszóltam magam, szóval, hogy a low budget motion capture rendszerről lelopni azokat a dolgokat, amik nyilvánvalóan nem működnek, de ez is egy óriási tanulság volt, hogy például alkalmatlan arra, hogy normális járást csináljunk, viszont hogyha abba belegondolok, hogy ezen a bolygón talán nem olyan a gravitáció, mint nálunk, akkor ez a moonwalkos járás, ez szerintem elmegy egy bizonyos ponton. Úgyhogy igen, ez nagyon izgalmas volt, meg nagyon fontos tanulság volt, hogy mondjuk az a látvány, amit 2 éve készítettem a diplomához képest, átment 16 fázison, hogy mindig találtam egy új plugint, mindig találtam egy új réteget, amivel fel lehet dobni a képet, és végül is nem az volt, hogy a diploma előtt egy nappal őrülten rendereltem ki még 4 jelenetet, hanem konkrétan az volt, hogy be tudtam ülni egy moziba, le tudtam nyugtatni magam, mert nem vállaltam túl magam. Azt akartam, hogy legyen egy 2 perc, de az a 2 perc az legyen kidolgozva minden egyes részletében, és mondjuk ez a jelenet, amit nézünk, ez kb. 20-szor átfogalmazódott, és ez szerintem nagyon fontos volt így ilyen előkészítési, kísérletezési dologban. És ennek az egésznek az volt a célja, hogy menjen fel az internetre, ismerjenek meg minél többen, találjanak meg külföldi menő producerek, akik nem találtak meg, de helyette megtalált a Dani, aki magyar menő producer, és együtt bementünk az Umbrella-ba, ahol legalább olyan menő producerekkel találkoztunk, mint például a Kázmér Miki, aki volt olyan drága és kedves, és apáskodó, hogy adott nekünk lehetőséget arra, hogy végre úgy dolgozzunk, ahogy megérdemli ez a dolog, és ami a legfontosabb, és amit el tudok mondani fontos tanulságként, hogy az embernek nyilvánvalóan egy ponton bezáródnak a tudományai, egy ponton tovább úgy se tud lépni, mert megszűnik a tudás, megszűnik a tehetség, megszűnik minden. Mondjuk van egy-két jó esetbe a fejbe, amit így szeretne elérni, meg egy vágy, és az bennem megvan, higgyétek el nekem. Tényleg szeretnék ebből valami csodálatosat csinálni, és olyat, aminek története is van. Tehát nem csak egy gyönyörű nőt, agy nélkül, hanem egy gyönyörű nőt aggyal. És ez most a cél, és ebbe a fantasztikusan gyönyörű Umbrella stúdióba, ahol évek alatt sikerült a legtehetségesebb szakembereket összeszedni, és ebből is megkaptam én a prémium néhány embert, köztük Fehér Nikit, a Talented gyártásvezetőt, aki nem csak szép, de Vasmarkú is ott ül, tudja, hogy le fogja tépni a tökikémet ezután, hogy megszűnik a tudomány egy ponton, viszont ilyenkor jönnek a nálam sokkal-sokkal ügyesebb, tehetségesebb emberek,
mint például a Várfoki Zoltán Zulu, muszáj az ő nevét mondanom, mert ő egyszerűen fantasztikus, hogy mi mindent hozzátett. Tehát alapvetően az van, hogy az embernek megszületik a kép a fejébe, és hogy tényleg vannak olyan emberek a szakmában, akik félszavakból, vagy most már nem is szavakból beszélnek, hanem én ilyen rossz vázlatokat lerajzolok neki, és ezek az emberek meg tudják csinálni sokkal-sokkal szebben és sokkal profibban azokat a dolgokat, amik az alkotónak szerencsés esetben a fejébe vannak, és én tele vagyok ilyen képekkel, és hogyha megvan a professzionális körülmény, ami nem vicc, tehát hogy ilyen helyek vannak, úgy néz ki a világon, mindenhol, még Magyarországon is, ahol összegyűlnek ezek az emberek, össze vannak szokva egy munkafolyamatba, és abban egyszerűen bele tud helyezkedni egy olyan ember, mint én, többé-kevésbé egyszerűen, és ott nagyon-nagyon izgalmas dolgok tudnak megvalósulni. Jövő tervek, jelen, mostani melóképek. Tartunk már itt. Nem hivatalosan mutatok nektek képeket Daninak a legnagyobb szomorúságára, mert hogy most megpróbálok színesebb lenni a következő kísérleti folyamatokban, és mindig azt mondom neki, Dani, még mindig könnyebb deszaturálni, mint a fekete-fehérből beszínezni a dolgokat. Mit? Ezt hagyjuk. Úgyis csak én vagyok rajta. Na, szóval a nagy cél, a jövő, a vágy, hogy csináljunk egy nagyjátékfilmet, Varjasi Farkas Csabával eszetlenül írjuk a forgatókönyvet, nagyon-nagyon rajta vagyunk, hogy borzasztó izgalmas legyen, tehát hogy még a nagymamám is örömmel nézze meg, mert hogy izgalmas legyen, legyen benne nő, csók, szex, hopp, és itt vannak a látványok. Ez a Gigapolis, amiben főhősünk lakik. Itt. Jöhet a következő kép. A produkció neve, kösz. Oriol Vandela. Gyorsan elmondom, hogy miről fog szólni. Ez egy olyan sztori, amivel nem váltjuk a nagy filmet, tehát most a Henry Waltzot kidobtuk egy, vagy hát odadobtuk a forgatókönyvírónak, akivel én közösen találgatom ki a történetnek az alapvázát. Persze ő fogja megírni belőle az Academy Winner sztorit, de közben, hogy ne álljunk le az Umbrella-ba, csináljuk ezt az Oriol Vandela történetet, ami ilyen gyönyörű helyszíneken fog játszódni. Ez egy jazz énekes ennek a bolygónak, a haldokló bolygónak, az utolsó nagy sztár megy az utolsó nagy koncertjére, és közben utazgatunk vele, benézünk egy-két helyszínre a világba, hogy megmutassuk, hogy milyen szép ez a hely, és igen, elkísérjük őt az utolsó nagy koncertjére, és párhuzamosan flashbackekbe, tehát a múltjával beletekintve rájövünk arra, hogy ezt a dalt bizony inspirálta valami drámai dolog egy nővel, aki nagyon szép, és nagyon szomorú dolog történt kettőjük között, legalább szakítottak. És hát a végén meghalnak. Szörnyű körülmények között az a kő cunami elkapja őket, és hát leszakad a fejük. Ezt próbáljuk most megcsinálni. A jövő készüljön nagy film, kapjunk pénzt, keressük tele a zsebünket aranytallérral, és vegyünk egy szigetet Johnny Depp mellett, és éljünk, mint a királyok, és kokainozzunk ázsiai nők hasáról. Túlöltem a célon? Szerintem le kéne állítani, az van, hogyha kávézok, mindig ez van. Remélem, hogy tudtam valami hasznosat mondani. Egyetem, ne kössetek szerződést producerekkel, menjetek az Umbrella-ba, vigyetek oda munkát, a Daninak ne nézzetek a szemébe, mert veszélyes, úgyhogy nagyjából ennyi. Köszönöm, hogy ennyien eljöttetek, remélem, hogy nem volt borzasztóan rossz, és hogy a zűrös mondatok közül ki tudtátok szedni a lényeget. Vigyázzatok a jogvédettségre, mert megbüntetnek titeket. Könnyebb színesből fekete-fehéret csinálni, mint fekete-fehérből színeset. Köszönöm a figyelmet, tapsot kérek.
kérdéseket vannak Szabó András, azaz Emil Goodman felé, azokkal kapcsolatban, amiket elmondott, azokkal kapcsolatban, amiket nem mondott el, illetve a Henry Waltz-al kapcsolatban, akkor ezeket most fel lehet tenni, mert ki tudja, hogy legközelebb mikor lehet. Például, hogy mennyibe kerül egy ilyen teasernek az elkészítése. Szóval több százmillió dollárba készül igazából egy ilyen teaser, de szerencsére, hogy ezt most meg tudjuk úgy oldani, hogy az emberek eljönnek és segítenek, tehát ez az egyik. A másik meg, hogy kaptunk kapacitást édesapámtól, Kázmér Miklóstól, és édesanyámtól, Fehér Nikolettától, akik voltak olyan drágák, és adtak gépeket a jövőből, amik sokkal gyorsabban számolnak, mint hogy én kitalálnám az ötletet magát. Úgyhogy nagyon drága, nyilvánvalóan, de szerencsére voltak emberek, akik szerették ezt annyira, hogy befektetésnek érzik azt, hogy ők most beleraknak energiát, és lehet, hogy lesz olyan jó, hogy majd később ebből, ha más nem, tudják azt mondani, hogy én is valamilyen részt vállaltam benne, és ez nekem is baromi jól esik, hogy ezt a bizalmat belefektetik ebbe a dologba. Dóri, tedd fel a kérdésed, kérlek. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a főszereplő ugye egy név, és hogy róla lehet valamit tudni. Sajnos nem. Köszönöm. És még arra is kíváncsi vagyok, hogyha elkezditek csinálni a nagy filmet, tehát az egész estés filmet, akkor hány év, vagy nem is, nem sem tudom képzelni, mennyi idő egy ilyet megcsinálni? Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Úgy találtuk ki ezt a dolgot, vagy hát törekedtem arra, hogy minél költség meg időhatékonyabb legyen, ezért is van az, hogy alapvetően inkább szerezzük a képeket, hanem lopjuk már, hanem beszerezzük az alapnyersanyagokat, sokat fotózunk, sokat kivágunk, és a gyártási folyamat, mondjuk, hogyha csak a vizualitást nézzük, én csak úgy hívom már stúdión belül, hogy a Lego mappát használjuk, ami arról szól, hogy van egy mapparendszer, és annak ki vannak nyomtatva az elemei, ami már nekem a rengeteg kivágott, remélem, hogy fogok válaszolni a kérdésedre, hogy rengeteg kivágott elemből áll, és a látványtervezők már ezekkel úgy tudnak dolgozni, hogy egy kereket nem kell külön kivágniuk, meg megtervezniük, hanem pontosan tudják ezek alapján, a vastag prospektusok alapján, amiket én összeállítottam, hogy itt vannak a kerekek, és pontosan tudják a mappákba, hogy honnan lehet ezeket beszerezni. Így a látványokat nagyon gyorsan ki tudjuk pörgetni. Tehát nekem az volt a célom, én nem hiszek abba, hogy 3-4 évig dolgozzunk egy animációs filmen, mert szerintem elfáradt. Tehát én már most látom, hogy azzal, ahogy én kezdtem, azokkal a technikákkal, azokkal a pluginekkel, stb. Szoftverekkel, felfogásokkal, amiket dolgoztam, hónapok alatt változnak. Úgyhogy igyekszünk arra, hogyha tényleg elindul a gyártás, és összejön a 400 ezer millió dollár, akkor az elég legyen ahhoz, hogy olyan körülményeket építsünk, hogy tényleg ezzel a Lego rendszerrel, hogy gyorsan építsük, hatékony legyen a munka, használjunk ki minden technikát, ami mint például, hogy az élő felvételket kombináljuk az animációval, ami meggyorsítja a klasszikus animációs folyamatokat. Tehát remélhetőleg 2-3 héten belül el tudunk készülni a nagy filmmel a gyártás elejétől számolva. Igen, az a cél. Szerencsére bejött az elképzelésem, hogy ma már úgy működnek a dolgok a világban, hogy tényleg vannak olyan oldalak, amiket a nagy halak is néznek, és hogyha ide sikerül bekerülni, és ennek a minőségét próbáltam belőni, ha csak ilyen rövid anyaggal is, ami meg tudja állni azokon az oldalakon a helyét, amiket sejtettem, hogy néznek olyan emberek, akik vadásznak efféle dolgok után, és nagyjából be is jött, úgyhogy vannak külföldi társproducer jelöltjeink, csak ezek mind óriási gengszterek, még talán náluk is nagyobbak,
Úgyhogy óvatosak vagyunk, mindig próbáljuk elég siványan tartani a kis elképzeléseinket, úgyhogy erősítjük magunkat első körbe, de természetesen az a cél, hogy nemzetközi produkciót gyártsunk. Az a kérdés, hogy mondtad, hogy elég sok mindent átdolgoztál már az első pillanathoz képest, tehát nagyon sok mindent újra dolgoztál. Ebből kifolyólag az érdekelne, hogy van-e olyan dolog a munkában, ami most ebben a pillanatban úgy néz ki, amit az első pillanatban nem is gondoltál volna, hogy így fog kinézni. Mert hogy az a másik része a kérdésnek, a szkafanderes nő, az nekem így elég ilyen irodiszerjás érzés. És én már a jövő esztétáit egyszer látom magam előtt, ahogy így párhuzamot vannak és írják az eszét, hogy bizony milyen szépen hatott és vegyük észre azt, hogy. És az egy tök érdekes gondolat, hogy gondoltad te azt az első pillanatban, hogy ez majd a legvégén úgy fog kinézni, hogy arról majd egy embernek eszébe fog jutni az úrod eszébe, vagy nem. Amúgy borzasztó jó kérdés, mármint hogy tök jó, hogy feltetted az első részére az a válasz, ami teljesen kiment a fejemből a kérdés. Mi is volt? Nézek ki most, mint ahogy te az első pillanatban kigondoltad? Ez az. Igen, ez a trükk, és ez egy nagyon fontos dolog, amiről nem beszéltem, hogy az eredeti látványok azok teljesen homlokegyenes másképpen néztek ki, és aztán egy ponton, amikor inkább kísérletezésbe, mint esztétizálásba mentem bele, rengeteg technikai dolog felülírta a látványt, és most is megpróbálok így haladni a dologgal, hogy megpróbálom inkább kitalálni a világot, és annak a szabályait, és annak a működésrendszereit, és magának a technikának a sajátosságait, amik teljesen szükségszerűen átfogalmazzák. Tehát mindig megpróbálok olyan dolgokra gondolni, hogy mondjuk hogy áll meg a lábán, vagy hogy ebbe a gravitációs helyzetbe ez a növény hogy nőne. És így teljesen más vizualitás születik ahhoz képest, amit én magamtól kitalálnék, hogy legyen ilyen nagyon burjánzó ez a növény, miközben abba a helyszínbe teljesen nem illik bele, és inkább hagyom, hogy vezessen az az alap fizika, amit kitaláltam ennek a bolygónak. Ez az egyik kérdésre a válasz. A másik megmondom őszintén, hogy az űrod üsszejába, tehát hogy konkrétan szerintem nem is láttam végig, és ez borzasztó dolog, tudom, és nem is tudom, hogy mire gondolsz, viszont a kosztümök, igen, az oké, csak nem tudom mihez kötni, viszont az van, hogy a szkafander, meg ezeknek a ruháknak a kialakítása pont inkább a gyengeségeimet mutatják, amit ennél a produkciónál azért nem is láttatok most karaktert, tehát ennél az Oriol Vandel a filmnél, mert hogy még nincsek 100%-osan kitalálva, mert ez egy olyan talaj, ami én semennyire nem tudok mozogni. Amiket itt láttál, mint szkafanderek, azok nagyjából emberi arányra rápakolva, tehát mint a nőnek a ruhája, az gyakorlatilag a vonatnak az elemeiből állt össze, tehát ugyanazokat az elemeket használtam, és megpróbáltam így ívekre rápakolni, hogy a váll így fordul, a kéz így fordul, és kijött belőle valami, amivel egyáltalán nem voltam megelégedve, és a most is, amíg dolgoztunk, vagy dolgoztunk ebbe a stúdióval, vagy dolgozunk az Umbrella, rengeteg idő azzal ment el, hogy ezeket kitaláljam, és nem fogom lelőni, hogy oldottam meg a legprimitívebb módon a dolgot, remélhetőleg működni fog, ha nem, szerintem a másik lábamat is eltörik. De nyilván rengeteg minden hatott, és az a furcsa keresztkérdés a végén, arra nem tudok válaszolni, de alapvetően ez a válasz a kérdésre, hogy az egyik, hogy hagyom, hogy a technika vezessen, a másik meg, hogy hagyom magamat olyan embereknek a segítségét kérni, mint kosztümtervezők, vagy olyan emberek, akikre szerencsés esetben, és erre sajnos még nem találtam rá konkrétan, hogy a kosztümöt ki fogja
ebbe a világba vizualizálni, mert az már megvan, hogy mik a szabályok, minek kell ellenállnia, hogy kell kinéznie, milyen anyagokból szeretném, de még konkrétan a formája nincs meg, mert én ebbe teljesen antitalent vagyok, úgyhogy ilyen. Válaszoltam? Igen. Köszönöm. Megpróbálom Mikibe. András. Nem. Erről a részről nem. Nem. Az lenne a kérdésem, hogy mennyi időt voltál New Yorkban, és milyen emberekkel találkoztál, akik esetleg így inspirálódhatottak rád, hogy mondtad, hogy érdekesek, ez a része érdekel. New Yorkban először 2,5 hónapot voltam, utána meg miután lezárult ez az egész, meg ajándékoztam magammal, hogy visszamenjek, tehát összesen 3 hónapot voltam, és még nagyon szeretnék menni. Ákos, kérlek, intézd el nekem. Köszönöm. És nem pontot, tehát nem úgy tudnám megfogalmazni, hogy konkrétan érdekes emberek hatottak nyilván mindenki karaktere, hanem inkább az az érzés, hogy egy olyan helyen vagy, és ez tényleg működik, de ez biztos mindenki érezte, hogy akárhova elmegy a világba, tehát tök mindegy Olaszország, egyszerűen más érzés nyújt a tömeg, hogyha benne van az ott élő embereknek a kellős közepébe, teljesen más érzés. Nem számít, hogy más nyelvet beszélnek, hanem egyszerűen tök más érzéseket sugároznak az emberek felé, és ami nekem nagyon fontos ilyen élmény volt az, hogy biztos mindenkinek megvan a klisé, hogy átvált a zebránál zöldre, pirosból a lámpa, és akkor megindul a tömeg. És én egy csomószor csináltam azt, lehet, hogy ez valami beteges perverzió, hogy így beleálltam ebbe a tömegbe, és hagytam, hogy így átáramoljon ez a sok-sokféle ember. Tehát igazából érzések vannak, meg nem konkrét inspirációk, persze Art Deco épületek, meg hatalmas méretek, inkább ilyen léptékekbe fogalmazom meg egyfajta életérzésbe, amit ott áthatott. Tehát ami itt szomorúan alakult a múltba, ott pont egy olyan időszak volt, ez a 30-as évek, amiben én így mindig beleképzelem magam, hogy megérkezem a kis hajóval valami egy négyzetméteren hetekig utazva, kiköt a hajó Manhattanbe, és épül az Empire State Building, és máig az egyik legnagyobb épület a világon, és hogy tényleg ott állva alatta, hogy akkoriban ezt meg tudták lépni, és hogy akkor egy olyan embernek, aki mondjuk egy kis olasz faluból, vagy egy magyar városból érkezett Amerikába, hogy milyen érzés lehetett megélni ezt a dolgot, és valami ilyesmit akartam itt is, hogy itt egy emberke ilyen pici legyen, és ez az ember hogyan éli meg azt, hogy egy ilyen hatalmas, mesterséges világ van körülötte, meg ilyenek. Az lenne a kérdésem, hogy a zenét kitől fogjátok lopni? Ó, de jó kérdés, nem említettem. Ó, kihúztál a szarból. És csúnyán fizettettek volna velem. Pacsai Attila, Pascal Ayatti. Az volt a nagy szerencse, hát egyedül készítettem ugye a trélert, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez micsoda óriási dolog. Viszont a zenéhez nem értek, és az egyetem, Moholy Nagy Művészeti Egyetemen tanító amúgy, Pacsai Attila, innen a kontakt, aki borzasztóan a vérébe vannak a klasszikus cinematic orchestra skillek. Ővele összedugtuk a fejünket, hogy Attila, van itt ez a 2 perces dolog, mi lenne, hogyha ingyen csinálnál rá egy egész nagyzenekaros darabot, és mi majd törekednénk arra, hogy valahogy ezt fel is vegyük, mert nekem mindig az volt az álmom, hogy mondjuk ha a vizualitást megteremtem, akkor a másik részét, ami legalább 50, de van, hogy 70%-kal jobbá teszi a dolgokat, a zenét, azt megpróbáljuk olyan körülmények közé varázsolni, mert lehet, hogy ez lesz az utolsó esélyem, hogy valamit 2K-ba a mozi minőségbe csináljak, hogy akkor váljon valóra az az álom, és Bújtor Balázs, Pannon Hungarian Studio Orchestra
zenekar vezetője, akivel volt egy haknink, tök mindegy, és ott összebarátkoztunk, és kitaláltuk a Rönével, a Menszkivel, aki hasonló stílus, hogy mondjam, hasonló, tehát hogy ő is egy fake trailer csinált, és ő is nagyon filmesett, és neki is csinált a Pacsai Attila zenét, és gondoltuk, hogy kapunk valami diplomatámogatást, ami, várjuk azt, hogy mondjam, hogy érződjön, hogy nem volt sok, de a Moholy Nagy Művészeti Egyetem jó. Na szóval, hogy nagyjából ezt próbáljátok összekombinálni. Szóval nem kaptunk túl sok pénzt, de arra elég volt, hogy a zenekart nagyon-nagyon-nagyon olcsón, tehát tényleg csak úgy tudtuk elkapni, miután a Pacsai Attila megszerezte a fantasztikus zenét, amit hallottatok is, hogy volt egy nagyon jó hakniuk, ami tök jó pénz volt a zenekarnak, és bevállalták azt, hogy utána még egy órát ott maradnak, és adunk nekik pénzt a zsebükbe, hogy még ott maradjanak, és lehet, hogy így megéri nekik, és ezért maradtak is, bár nagyon húzták a szájukat, de ennek ellenére fantasztikusan feljátszották, nyilvánvalóan egész napot végigzenéltek, és ahhoz képest először látták, és ez is egy hihetetlen élmény volt, nem tudom, hogy láttatok-e már ilyet, hogy én még olvasni se tudok olyan jól, mint ahogy ezek a zenészeknek elé vannak rakva a kották, és hát nem a legegyszerűbb, vagy hát az én, vagy én nem vagyok zeneileg semmilyen szinten képzett, de azt láttam, hogy a hegedűsök valami iszonyat ütembe, teljesen szinkronba egyszerre mozognak, úgyhogy először látták meg a kottát, és volt 20 vonós, aki ugyanúgy mozgott, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog volt, nem lopott a zene, a Pacsai Attila írta, nagyon-nagyon örültem, és az egész folyamatban az egyik legnagyobb élmény volt, hogy bent ülni a néma szobába, borzasztó jó hangfalak között, és azt látod, hogy az, amit ilyen midi vázlatban megkaptál, az most 57-szer jobban szól, 57-szer, 57 ezerszer jobban szól. Úgyhogy ez nagyon izgalmas volt, és köszönöm a fantasztikus kérdést. Engem az érdekelne, hogy a természeti inspirációkról még beszélnél egy kicsit, hogy miben változott, mert láttam, hogy valamilyen szinten a városi dolog az egy ilyen kötött dolog, és hát, hogy ez így maradt az új változatban, mint ahogy miből merítkeztél, hogyha nem New Yorkból, a természeti dolgoknál is, hogy ez miben változik. Ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés, mint hogyha meglettek volna beszélve, mert hogy ezeket kiadtam, és nagyon fontos, mert hogy pontosan ellenpontozni akarom azt, hogy azért van amellett, hogy mennyire csodálom az embert, hogy ilyen szép dolgokat tud alkotni, mint New York városa. Nyilvánvalóan ott van az is, hogy milyen fantasztikus a Isten, hogy... Hú, ez milyen rossz volt, de ez, hogy... és ebbe keresem még az inspirációt, szóval, hogyha kifele a dobozba tudnátok nekem a tájföldi utamra egy kis pénzt összegyűjteni. Nem, nyilván ezt is meg kell élni, és ez most nekem egy következő fontos dolog, mert próbáltam nyilván kimenni a természetbe, és szerintem meg is látszik a nyoma, hogy például volt az a lény, az a óriás levelekből álló lény, ami csak egy egyszerű nyári kis túra, és tudtam, hogy van valami ilyesmi elképzelésem, és hogy egyszerűen csak le kell hasalni a földre, és makróra kell állítani a szemgolyó optikát, vagy objektívet, és meg kell nézni, hogy ott micsoda külön mini világok vannak, és onnan elkezdtem a kis szirmokat gyűjtögetni, meg fotózni a kis fágakat, és akkor ebből meg megépítettem egy olyan lényt, hogy ha bár ilyen pici elemekből áll össze, ebbe a világba hasonló úgy, mint hogy az óriás sziklák tetején egy óriási lény, ami ilyen természeti dolgokból áll össze, és még érzem azt, hogy ahogy megéltem
ezt a New York-i beton dzsungel érzetet most nem ártana, hogyha ezt a részét ki akarnám komolyan dolgozni, hogy megéljek valami olyan természeti dolgot, ami legalább ennyire epikus. De hát majd ez is eljön, remélhetőleg addig legalább tudok valaki olyan látványtervezőt találni, aki hasonló energiákkal fel van töltve, úgyhogy igen, ennek a két dolognak a szoros összekapcsolódásából fog remélhetőleg ez a világ összeállni, ez is az egésznek a mitológiai háttere, amit majd remélhetőleg egy újabb kis kísérőfilmbe, ami inkább ilyen meseszerű, vagy kicsit más technikájú lesz, ami az egésznek a mitológiai hátterét, ennek a világnak a teremtés történetét fogja ábrázolni, és pontosan erről fog szólni, hogy a... És hát én úgy tudom, hogy ezt még nem dolgozták fel, hogy a természet meg a gépi dolog, hogy így összekapcsolódik, ez egy új dolog, ezt én találtam ki. Nem, az lett volna a kérdés, hogy a nagy játékfilm az egy ilyen vizuális látomás lenne, vagy azért a sztori is fontos lesz benne, mert nyilván az ember néz másfél órán keresztül egy ilyen utazás, csak ha mondjuk unalmas és nincs benne valami dramaturgia, akkor az monotonná válhat, tehát mondtad, hogy oké, az egyik része az, amit te így megálmodsz, utána mondtad a 60-70%-ot az emére, de a történet benne hol lehet, vagy hogy mennyire hangsúlyos ez szerinted egy animációs nagy filmben? Ez minden szempontból a legfontosabb. Én úgy szoktam mondani, hogy ez a fajta vizualitás addig tart, mint a trailer 2 percig, és azon belül is akartam tartani. Ez szerintem valamilyen szintű szabály azért a showreeleket, meg minden olyan bemutató dolgot 2 perc alatt igyekeznek tartani, mert addig lehet lenyűgözni az embereket ezzel. Tehát tudom, hogy ez ennél sokkal tovább nem fog tartani, és azt megígérhetem mindenkinek, hogy a legjobb tudásom szerint, amennyire én fel tudom mérni olvasva a történetet, hogy csak akkor fogom én adni hozzá magam, hogyha egy olyan történet tud mellé kerülni, amivel tudom, hogy végig örömmel bent tud ülni az ember a moziba. Ez nekem is nagyon fontos. Én nem tudom, szerintem annál szomorúbb nincs, ami legalábbis a mostani filmes életben, ami most történik, hogy beül az ember a moziba, és hát hihetetlen, hogy micsoda pénzek elmennek, micsoda dolgokra. Ez szerintem egy külön előadás megérne, hogy ennek a szomorúságáról beszéljünk, úgyhogy én igyekezni fogok egy ponton elengedni a vizualitás, nyilván olyan szinten, hogy egybe tartsam a képet, de ami nekem a legfontosabb, hogy egy imádható történet kialakuljon, ez az álmom. És köszönöm a kérdést.